alapvetően mindenki saját magán tud a zen által, egy személyes felismerés és praxis által segíteni, és hogyha sok ember egyenként eljut bizonyos közös felismerésig, akkor talán a csoportos karma, a csoportban is tudnak egymáson többet segíteni, egymással jobban együttműködni, és így sok kicsi sokra megy alapon, igen, társadalmilag is lehet, de úgy, hogy valakinek a társadalom torkán így nem lehet lenyomni, mert ez mindig egy saját szabad döntés alapján tud elindulni az embernek. Hogyha félre tudom tenni a fejembe lévő elképzeléseket, hogy ennek a világnak ilyennek kéne lenni, a másik embernek ilyennek kellene lenni, és tisztán tudom látni azt az embert, aki előttem állt, akivel kapcsolatban vagyok, aki esetleg akár még meg is akar bántani engemet, de mégis, ha meg tudom őrizni, távol tudok maradni azoktól a mintázatokat, amiket a neveltetésünk során fölvettünk, vagy mi magunk felépítettünk, akkor azt gondolom, hogy egy igazabb választ tudunk adni. A zen az abban segít, hogy önmagunk megismerése által megláthassuk azt, hogy tulajdonképpen mi az oka a szenvedésünknek, mi az oka annak, amiről Buddha is beszél, hogy az élet szenvedés. Hogyha erre rátalálunk, akkor esélyünk van arra, hogy kihúzzuk magunkat abból a bizonyos pácból, amit Hanvas Béla is említ, hogy mindannyian benne vagyunk a pácban. És ráirányítja arra a fókuszt, hogy mi magunknak kell tenni azért, hogy ebből a szenvedésteli állapotból kikerüljünk, és hogyha ezt megismerjük magunkban, akkor sokkal érzékenyebbek leszünk másoknak a hasonló helyzetére, hiszen az emberi karma amellett, hogy nagyon különböző, amellett nagyon hasonló is, és az alapproblémák a nagy kérdésekben hasonlóságok, azonosságok észlelhetők, és hogyha az ember fölismeri, hogy mi okozza a problémát, akkor igenis tud segíteni másoknak. Ugye önmagunkkal tisztában kerülünk, és a saját dolgainkat elrendezzük magunk körül, akkor utána van tere annak, hogy másoknak is segítsünk, és ez nem olyan, amit így erőszakos módon kell mondjuk keresni, tehát az, hogy valakire ráerőltessük a gyakorlatot, ugye ez semmiképpen nem megy, hanem hogyha olyan nyitott fülekre, szemekre, társakra találunk, akik látják, hogy ez neked jót tett, akkor ők is szeretnék majd azt ugyanúgy csinálni. Úgyhogy a társadalmon így tud ez segíteni. Társadalmi szinten is nagyon jó működik, nem, hogy tud működni, működik. Működik, mert ezáltal, ha te úgymond kicsit is tudatosabban beszélsz, cselekszel, végzed a dolgod, és ezzel példát mutatsz, így, tehát más is észre fogja venni, fogja látni, hogy ez az ember valamit másképp csinál, vagy valami különbözik, mint ahogy mi tesszük a napjainkban, tehát fognak vonzódni, úgymond egy kicsit, hogy érdeklődésüket fel fogja kelteni, hogy mitől van ez, miért a másik, miért mosolyog, miért nem akad ki kis dolgokon, tehát ilyen is, mikbe gondolkodok. Tehát erre értem, hogy ezáltal tudsz egy példát mutatni, és hát igen, így, ilyen szinten ez ki tudja nőni magát. Ha már te magad a környezetedben már nem okozol szenvedést, hanem már az is egy nagy eredmény, de hogyha még segíteni is tudsz a körülötted élőknek, azt szerintem a zen gyakorlat által sokkal hatékonyabban, és nem ideológiákat követve, hanem a realitást és a dharmát követve lehet megtenni. Én szerintem ebben igenis nagy segítséget nyújt. Itt a templomban rengeteg ember megfordul, és nagyon jó élmény, hogy mennyi jó ember, segítőkész emberrel lehet találkozni, és tényleg érződik, hogy tiszta szívből
szeretné mindenki jobbá tenni egy kicsit ezt a helyet, ezt a földet, mindenkinek élhetőbbé tenni, úgyhogy igen, tud segíteni a társadalom. Elrendezzük, mi nyugodtan meg. Köszi szépen a segítséget!